A Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Dévényi István. Szép jó estét kívánok! Múlt pénteken kipróbálhattuk egy egész fél napig, hogy milyen valódi terrorveszélyhelyzetben élni. Orbán Viktor miniszterelnököt a szokásos Kossuth rádiós interjújában arról kérdezték, hogy mégis mi lenne az a terrorveszélyhelyzet, amit a kormány most alkotmánymódosítással próbál bevezetni. A miniszterelnök erre azt válaszolt, hogy például, hogyha a magyar kormány tudomására jutna, hogy magyar emberek ellen készülnek terrorcselekményt elkövetni. A közmédiában ez később már úgy jelent meg, hogy Orbán Viktor szerint magyar emberek ellen próbálnak terrorcselekményt elkövetni, és ezt átvette a fél magyar média. Szerencsére azért pánik nem tört ki, az internetet se zárták be, a média is működhetett, úgyhogy kijavítottuk a hibát, de arra azért jó volt ez az eset, hogy lássuk, mennyire könnyen, akár a semmiből is előállhat egy ilyen teljesen homályosan megfogalmazott terrorveszélyhelyzet. Erről beszélünk ma először, és akik ma este leültek egymással vitatkozni, Gaudi Nagy Tamás ügyvéd, jogvédő. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Konok Péter, történész, publicista. Jó estét kívánok a kedves nézőknek, és külön semmilyen Zsoltnak, aki Las Vegasban a fenntartható vadászat fejlesztésének szabadságáért kitüntetést vehetett át, úgyhogy Hallali Zsolt és szárnyaluk, mint a szalonkák. Puzsoly Róbert, független publicista. Jó estét. Vahorn András, szaxofonos. Jó estét kívánok, kedves közönség. Bogdán László, cserdi polgármestere. Szép estét. És Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok. Szóval érdekesen alakult ez a miniszterelnöki interjú. Ezt a félreértett részt, ezt ugye itt elmondtam az elején, de azért volt még benne néhány izgalmas epizód. Ugye Orbán Viktort arról kérdezték, hogy mégis mit célt szolgál ez a sok-sok kőkemény intézkedés, amiről már mi is többször beszéltünk, ugye a terror veszélyhelyzet esetén bevezethető nagyon komoly korlátozó és a kormány kezében nagyon komoly lehetőségeket adó intézkedés csomagról van szó. És akkor idézném szó szerint a miniszterelnököt. Orbán Viktor azt mondta ebben az interjúban, hogy Magyarország ma nem tartozik a különösebben terrorfenyegetett országok közé, aminek az az oka, hogy nem engedtük be a migránsokat. Magyarország ügyesen védte meg magát ezekben a kérdésekben, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ilyen fenyegetettség ne lehetne. Később arra a kérdésre, hogy a magyar alkotmányban már most szereplő lehetőségek nem elegendőek-e, Orbán Viktor azt felelte, óvatosan kell eljárni, mert a szabadságjogok fontosak, azokat az indokoltnál jobban nem szabad korlátozni, de első helyre mégis az emberek biztonságát kell tenni, meg kell őket védeni. Szóval azért mégiscsak elhangzott az, hogy a szabadságjogok fontosak. Akkor megnyugodhatunk? Hát én annyira nem vagyok nyugodt, mert ugye terror ellen csak terrorral lehet védekezni. Tehát ez a terror ellenes törvény nem más, mint a hivatalos terror bevezetése. A terroristák ellen mondhatnánk, na de ha meg nincsenek terroristák, akkor meg ellenünk. Tehát akkor most az van, hogy a mi drága kormányunk terrorizálni szeretne minket. Ugye ez izgat engemet. Engem csak tudom... a de szócska izgat. Tehát a szabadságjogok fontosak, de. És itt a de után jön a lényeg, szóval könyörgöm, hát itt arról van szó, hogy van egy csomó mentőcsónak, amiben így kapaszkodnak emberek, és akkor az egyikbe ül egy alak egy ilyen hangzsára, lecsapkodja az ujjukat, abban a mentőcsónakban ugye viszonylag kevesen mennek, és akkor elkezd mutogatni a többi mentőcsónakra, hogy há, mi mindenképpen jobban jártunk. Na most én tényleg úgy gondolom, hogyha majd kikötnek a mentőcsónakok, és ezt az illetőt, ezt hősként fogják ünnepelni, és elmondhatja, hogy ő valóban milyen jó, hogy ezt a mentőcsónakjában megcsinálta, mert nálunk csak úgy lehetett volna lehetőség arra, hogy majd sokan kapaszkodnak, és mondom, ezt az illetőt hősként ünnepeljük, akkor megelti a fene az egész kultúránkat, nincs már mit megvédeni, akkor előbb-utóbb az utcán egymást fogjuk zabálni, és utána mosolyogni fogunk, és a jó lakottan, és kigyullad néhány villanykörte hasunkon, mint a Fülig Jimmy-nek a kirakatban. Szóval szerintem ez egy felháborító beszéd volt. Menjünk tovább logikailag. És mi az, hogy indokoltnál jobban nem szabad? És ki dönti el, hogy mi az indokolt, és mi az, ami nem indokolt? Ez az egyik dolog. A másik, amit azért ajánlom figyelmetekbe, lassan-lassan közmegegyezésre szabban a tekintetben, hogy az MTI híreket és a közmédia híreit nem is érdemes átvenni. Némi figyelemmel persze kísérni kell, mert hogyha félrevezető információk vannak, meg egyébként nagy poénok, amiket szét lehet rolkodni, akkor persze érdemes odafigyelni rá, de valódi híreket nem szabad átvenni és komolyan venni. A másik dolog még az is lehet, hogyha teljesen megtébolyodok, hogy azt állítsam, hogy szándékos volt ez az eltérés, már hogy az interjú konkrét szövege és egyébként a prezentáció között, és az utolsó megjegyzésem, amit minden egyes alkalommal kénytelen vagyok elmondani, el nem tudom képzelni egyébként, hogy erre az új jogintézményre mi szükség van, a magyar államnak ma minden
eszköze, lehetősége megvan arra, hogy terrorveszély ellen föllépjen, és magyarázza már el nekem valaki, mint egy 3 éves gyereknek, hogyha egyébként mondjuk kialakul egy terrorhelyzet. Ők egyébként hivatkoztak ilyen helyzetekre, úgy, mint Röszkére, úgy, mint a keleti pályaudvarra, úgy, mint az M7-es vonulásra. Mondja már meg nekem valaki, hogy ettől mondjuk még egyebek mellett mondjuk Devecserbe, vagy Cegléden, vagy Füzesabonyba miért kell letiltani mondjuk az internet, és miért kell elrendelni kiállási tilalmat. Arról nem beszélve, hogy 60 napra semmilyen kormánynak, se Fidesz kormánynak, se más kormánynak nem óhajtuk ilyen felhatalmazást. Most mondjuk, amit 3 éves gyereknek most elmagyarázom, hogy miért, de akkor addig marad csönd. Azért kell, mert akik ezt szeretnék, nagyon szeretnék lezárni az internetet. Akik ezt szeretnék, nagyon szeretnének korlátozni mindent, amit csak tudnak. Hogy úgy legyen, ahogy ők szeretnék. Talán emlékszünk arra a történetre, amikor ezek a tanácsadós srácok a jobb oldalnak, Viktornak olyan tanácsokat adtak, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, és ugyanazok a tanácsadók napjainkban azt mondják, hogy terrorveszélyt kell gerjeszteni a társadalomban, mert a gerjesztett terrorveszély műbalhéból egyfajta olyan státuszt emel az emberek fölé, hogy na, jön a Viktor, jön a Fidesz, és megvéd minket. Az ellenzék mondja a sokkal lájtosabb, sokkal könnyedebb helyzetet a migránsokkal szemben, de a Fidesz ezzel szemben össze tud hasonlítani, össze tud ütköztetni olyan véleményeket, hogy ez azért van, mert a csúnya ellenzék nem hagy minket kibontakozni, már pedig amikor 2/3 volt, akkor miért nem hoztuk létre ezt a törvényt. Nem, ez volt, a törvény, nem volt még migráció. Ez a törvény, hát január óta tudtuk, a Viktor tudta, hogy sokan akarnak jönni, meg sokasodni fognak a migránsok. Azt gondolom, hogy műbalhé, és etetnek minket minden pólusokból. Azért ne felejtsük el, hogy van még itt egy fontos szempont, pont azzal, amit mondta, hogy az ellenzék az lájtosabb, amit a Rogán mondott, hogy viszont, hogyha majd az ellenzék nem szavazza meg, akkor majd megkérdezzük a népet, a néphez fordulunk. Ugye lesz megint nemzeti konzultáció, és a nemzeti konzultációban megkérdezik, hogy ön például úgy, vannak, akik úgy gondolják, hogy ők szívesebben posztolnak cicákat a Facebookra, és viszont az ön lakásában majd tüzet fog rakni 60 afgán menekült, és ön szerint micsoda a megoldás. Szóval röhelyessé tesszük az egész úgynevezett demokratikus rendszert ezzel, mert azt mondjuk, hogy hát, hogy nem szavazzák meg, akkor megkérdezzük az embereket, az emberek úgyis azt mondják, hasunkra csapunk nemzeti konzultáció. Ez is nagyon félelmetes. Ez kérem szépen, ez is terror. Egy civilizált államban egyébként az egyik legdelikáltabb kérdésről van szó. Tehát a szabadságjogok korlátozhatóságának a terjedelme. Ugye Sanyi felvetette, hogy hát mi az, hogy valamilyen indokolt mértékben, vagy indokolt mértékben túl, vagy egyáltalán. Ez létezik, tehát ez ne gondoljuk azt, Magyarországon is jelenleg egy olyan államban élünk, meg Európa legtöbb, sőt minden tagállam, Európai Unió tagállamai, meg nem a tagállamok is, bizonyos demokratikus célnak megfelelően, arányosan és szükségesen bizonyos szabadságjogok korlátozhatók. Erről jó az Emberi Jogok Európai Egyezménye, ezt szabályozza, erről például egyértelmű normákat fektet föl. Ugyanez a strasbourgi teszt, az pont erről szól, hogy hol húzódik a szükségesség arányosság határa. Ezzel most ugye általános dolgot mondtunk. Most meg kell nézni a konkrét veszélyeztetettségi szintet, és ehhez rendelt eszközrendszert. Ugye egy jogalkotási lépésről van szó, szerintem az első, amit meg kell nézni, hogy van-e szükség új jogalkotási lépésre, vagy a jelenlegi eszközökből lehet-e dolgozni. Én nekem megvan az a szerencsém vagy pechjem, de 4 évig most már az új nemzeti együttműködés rendszerében voltam képviselő, és nagyon jól emlékszem, hogy az ellenérveim és szavazataink ellenére el lett fogadva 2011-ben egy olyan törvény Magyarországon, ezt nem tudom mennyire tudjátok, vagy mennyire közismert, az én csengőfrász törvénynek neveztük el néhányan, ennek a lényege az, hogy bírói engedély nélkül ma már a miniszter, a szakminiszter utasítására bárkit teljes körűen lehallgathatnak, ha terrorizmussal egy összefüggő tevékenységet vélnek hozzákötni. Tehát innét kezdve nem értem az indokoltságát, szükségességét. Nyilván itt mindenki mondja maga politikai üzeneteit, ezen semmi csodálkozni való nincs. Azért, amikor a baloldal mondjuk fölhorkan és szabadságjogokat védve áll ki a közterekre, akkor azért én meg kell kérdezzem, hogy azért 2002 és 10 között azért hogyan és milyen formában taposták el a szabadságjogokat tömegesen, és ezt hogyan mutattuk ki az Országgyűlés Vizsgálóbizottságában esetek tucatjain át, kilőtt szemű tüntetőktől kezdve lehallgatott újságírók, megfelemlített újságírók, feloszlatott tüntetések, szervezetek, stb. Tehát azért ezzel nem jó viccelni. Ugye Rogán Antal egyébként abszolút ismerős módszert vett be, erre megint csak emlékszem parlamenti képviselőkoromból,
Ma egy olyan országban élünk, uraim és hölgyeim, amelyben korlátlan időtartamig lehet valakit előzetes letartóztatásban tartani. Nincs felső határa. És nagyon jól emlékszem, amikor ott ültem a parlamentben, és felállt Rogán Antal, és mondta, hogy kérem, aki nem támogatja a felső korlát eltörlését, az ároktői gyilkosok oldalára áll. Olyan mértékben megijedtek sokan, hogy rajtam kívül, néhány képviselőm kívül gyakorlatilag mindenki megszavazta. Az Egyesült Államok nagyon-nagyon csúnyán megégette magát George Bush-sal és Dick Cheney-vel, felszámolta a nagyvilágban a saját szava hihetőségét, és fölperzselte a Közel-Keletet, aminek a levét most isszuk meg jó részt. És mindezt pusztán azért, mert hitt a politikusoknak. Ugye George Bush és Dick Cheney tömegpusztító fegyvereket hazudott Irakba, és erre hivatkozva robbant ki egy olyan háború, ami aztán elvezetett ahhoz a nagyon nagyfokú globális békétlenséghez és globális nyugatellenességhez, ami hát a jelenlegi helyzetünket nagyon súlyosan megnehezíti, és aminek köszönhetően most hasonló szereposztásban, ugye George Bush szerepében Orbán Viktor, Dick Cheney szerepében pedig Habony Árpád, egy hasonló kitöltetlen csekket akar aláíratni velünk. És hogyha van tanulság a történelemből, ami levonható, akkor az az, hogy nem szabad hinni a politikusoknak, és nem szabad kitöltetlen csekkeket átnyújtani nekik, mert ugyanúgy fogunk járni, ahogy Amerika járt Bush-sal és Cheney-vel. Persze a hivatkozás az az, és a fél ország egész biztos, hogy megmerne esküdni arra, hogy ezzel Orbán Viktor soha nem élne vissza. Soha. Tehát emlékszünk, hogy a fél ország meg volt győződve arról, hogy a Gyurcsány soha nem élne vissza a hatalmával, és aztán végignézhettük, hogy mi történik. Tehát azt az egy dolgot, azt fektessük le, hogy párthovatartozástól függetlenül politikusnak akkor szabad hinni, amikor lólegel a sírján. Ennek megfelelően nem szabad további jogosítványokat, extrém felhatalmazásokat adni nekik semmilyen körülmények között. Ezt gondolom. Ezért ez egy kiábrándító világkép. De ez figyelj, a tapasztalat. De figyelj, de ez tényleg abszolút igazad van, nem tudom miért ábrándulsz ki. Az a helyzet, hogy a túlhatalommal, a túlhatalom lehetőségével, hát akkor Pista, neked tényleg nagyon jó életet volt eddig. A túlhatalom lehetőségével lényegében mindenki fog élni, hogyha ezt a lehetőséget megkapja. Az tuti. Úgy különben a ceterum censeo szögezzük le, ha már ez a műsor is van, az, ami történik, bár nem szorosan tartozik a tárgyhoz, bár némiképpen igen, az, ami van ebben az országban az előzetes letartóztatások ügyében, az botrányit szeretném hangsúlyozni az egyetértésemet, nem tudom, hogyha baromi nagy jelentősége lenne, de azért hagyj értsek már ezzel egyet, és még egy dolgot azért hagyj tegyek hozzá, Tamás, jobban tudod, ma a hatályos alaptörvényben és a létező intézményeknek minden lehetőségük megvan, és alaptörvényi felhatalmazásuk is, hogy mondjuk egy terrorcselekményt felszámoljanak. Pont. Nem mellékesen, azért ez micsoda poén, nem? Hogy eközben fegyelkezik föl Matolcsi György, netán félnem kéne tőle, vett 200 ezer lőszert, egyébként mi a szentért mondjuk a Magyar Nemzeti Bank, meg 120 gépfegyvert? Csak nem. Figyelj, csak ide, nem, hogyha, csak nem azért, ha élesedne csak nem a helyzet, azért. Ha élesedne a helyzet, kevés lenne ez a 200 ezer kuló. Na de nem a Magyar Nemzeti Banknak kell megvédeni az élesedet. Meg tudja védeni a festményeket, amiket vásároltak a nemzeti vagyonnak. A rengeteg golyó vásárlása, meg ennek a rendkívüli állapotnak a bevezetése, ez eléggé paralel folyamat, nem? Hát tehát mindenket ugyanarról szólt. Én is nagyon akkor félnék, ha Matolcsi akkor ha egy mondat, hogy vissza a Robinak a amerikai hasonlatához egy mondat elég. Úgy érzem, azért is nagyon fontos hasonlat, amit mondott vagy felvetett, mert a hazafias törvény, ez tulajdonképpen nem más, mint a Patriot Act, magyarosított változata, ami valószínűleg az lesz, hogy nagyjából hasonlít, de mégse az, és valószínűleg nem fog jól elsülni, tehát nagyjából ezt megszoktuk, hogy így szokott történni, de egyébként egy személyes élményemet mondom el. 2007-ben Szívügyész Bizottság tagjaként 2000 őszi ügyek miatt New Yorkba kerültem, ENSZ főtitkár helyettessel beszélgettem. Elmondta, hogy amióta a Patriot Act-et hazafias törvényt bevezették, ugrásszerűen megnőtt a rejtélyesen utcára eltűnt emberek száma, akiket egyszerűen éveken át előzetesbe tartanak, aztán lehet Guantanamo, van Guantanamo mai napig. Én azt mondom, hogy meg kell védeni valóban Magyarországot, meg kell védeni az embereket, de olyan áron, ami csak a szükséges arányos korlátozás jelenthet, és a politikusoknak való hit kérdése, a jogszabályok korlátozzák a politikusok mozgását. A jogállamban ez lenne a ismérv. Nem írják fölül maguk ezeket a jogszabályokat, hanem be kell tartani, és független testületek, vagy legalábbis függetlennek
garantált testületeknek kellene ezeket ellenőrizni. Na most ekkor működne jól a dolog. Reflektálni kéne arra, amit a miniszterelnök mondott, hogy jelenleg nincs nem nehéz a helyzet, mert sikerült ügyesen megvédeni az országot a migránsoktól. Ami egy akkora hazugság, hogy az egyszerűen leírhatatlan. Hát nem sikerült megvédeni, nem a kerítés tartóztatta fel őket, hanem egyszerűen nem ide jöttek. Robi, de ők csak átvonultak rajtunk. Van, hát de nem a kerítés, de nem a kerítés, hanem de aki, Magyarországon és de azok, sok és el is hagyták Magyarországot. Na, de mit nem azért, hát, de nem a kerítés védett meg minket, ezt szögezzük le. Hát hogy ne? Egyik helyen kerítés volt, másik helyen kinyitották a kaput, és vonattal keresztül jönnének már, hogyha nem lenne kerítés. Szerintem csak szabályozta az útvonalat. Olyan, mint a de akkor sem maradtak volna Magyarországon, mert nem célország Magyarország, tehát nem most ezért még nincsenek nem Magyarországon. Aztán most az egy másik történet, de azt azért szögezzük le, nem, hogy ez olyan, mint a téli palota két szárnya, mert egyébként ez a kerítés, ez valójában van is, meg nincs is, mert egy bizonyos szakaszon van. Amazon a szakaszon pedig mosolyogva fogta magát a hatalom, és átengedett mindenkit, csak megutatszatta őket. Hát tehát a történet, hogy hová fog fajulni, lila gőzünk nincs. Erre nem jönnek, mindesetre az a lényeg, és ez elég fontos. Szóval volt ennek a miniszterelnök interjúnak egy másik érdekes része is, ez pedig a pedagógusok, tehát az oktatás ügyel foglalkozó rész. Akkor még nem tudtuk, hogy Szunyiné ugye múlt idő, ami aztán hirtelen bekövetkezett, és viszont túl voltunk a Herman Ottó gimnázium tantestülete által szervezett demonstráción, ami ilyen országossá vált úgy online, mint a való offline világban is. Meglehetősen sikeresnek lehet ezt a demonstrációt nevezni. És ismét felolvasnám, hogy mit mondott Orbán Viktor, amikor megkérdezték így a pedagógusok lázadásáról, illetve az oktatás helyzetéről. A miniszterelnök azt mondta, hogy 2010-ben egy pénzügyileg csődbe ment oktatási rendszerrel és a magyar gyermekek folyamatosan romló teljesítményével kellett szembenézni a kormánynak. Oda nem szabad visszamenni, ahonnan elindultunk. Mindenképpen változtatni kell, de szerintem jó irányba indultunk el. Hát a szerint jó irányba indultuk el, ez 2010-ben tragikus volt az oktatás helyzete, nagyjából sikerült az oktatásnak 2010-re a 19. század végéről eljutni a 20. század elejére. Most pedig ott tartunk, hogy ugye visszakerült az oktatás a 19. század végére, vagy egy kicsit még korábban, mint ahol volt, szóval ez egyszerűen nem. Annak idején azért, amikor az előző kormányzatok hoztak néhány oktatáspolitikai reformot, rengetegen támadták őket, mert milyen szörnyű dolog, hogy az első három osztályban ugye nem osztályozunk, hanem csak szöveges értékelés. De azért az egy egészen pici minimális elmozdulás volt afelé, hogy az oktatás azért mégse pusztán csak arról szóljon, hogy egyforma arcú gyerekeket idomítunk, aztán beleöntjük a fejükbe azt, amit tudásnak gondolunk. Orbán Viktor szerint igen, ez a jó irány, vissza a 19. századba, vissza a porosz iskolába. Hát én úgy gondolom, hogy szülőként is ezt kicsit tagadom, ilyen általában emberként is úgy gondolom, és hogy Cunyiné menesztése az nem. Tehát Cunyiné nem a menesztés az érdekes, az, hogy hova menesztették, az annyira mutatja, hogy mit gondol ez a kormány erről az oktatásról, hogy a Cunyiné belekerült a kádertemetőbe. Mi a kádertemető? Az oktatás digitalizálása, az oktatás modernizálása, ez Cunyiné kádertemetője. Tehát számukra az, ami ebben az oktatási rendszerben az egyik legfontosabb feladat lenne, az olyan hely, ahova a bukott kádereket behelyezzük, hogy ott majd nem fog károkat okozni. Nem is bukott annyira meg. Jellemző. Nem bukott meg, mert azt mondta, hogy olyan felkérést kapott, amit nem. Nem utasítatott vissza, ezt ismerjük azért, volt már ilyen filmélményünk. Jó, játszottam a naívat. Ügyes Pista vagy. Köszönöm szépen. A Klebersberg intézmény fenntartó központ nem szűnik meg, de jelentősen átalakul, nézőpont kérdése, hogy mennyire. Tehát ennél jobban nem lehet fogalmazni, mert ha nem alakul át, az is nézőpont kérdése, hogy nem alakult. Jó, hát szerencsétlen Balog még nem kapta meg a főnöki utasítást, ez a helyzet. Milyen mérhetetlen és minősíthetetlen aljas módon bánik és minősítget a kormánypárti politika és a kormánypárti sajtó, és miféle provokációkat hajtanak végre egyébként ismeretlen, senkik által nem hallott nevű személyek kerülnek elő, akik állítólag szerveznek, és ráadásul még nyilas propagandát is folytatnak. Vagy ez az egész sorosodás ebben az ügyben, a hálózatozás, éppen egy rokon televízió műsorban, mint hogyha itt Magyarországon nem lehet
nem lenne lehetséges, hogy vannak emberek, akik egyébként szabad akaratukban, a szabadságukkal élve megszólalnak, óhajtanak megszólalni. És micsoda dolog az, hogyha egyáltalán megszólalnak. A véleményt úgy éli meg jelenleg a kormány, hogyha ellent mondunk bármilyen témában, akkor te rögtön ellenség vagy, és az ellenségnek valami retorzióit kell venni. Én azt látom, hogy a klik maradni fog, és nem jött be a kormánynak a zombis állapot előidézése a tanárokkal szemben. A tanárok gondolkodó emberek, és a jövő nemzedéket próbálják ezektől a túlzottan nagy terhektől megvonni, és én azt gondolom, hogy a beszélgetések el fognak tűnni lassan köztünk, mert hogyha a közoktatás nem fog egy olyan helyzetbe kerülni, hogy valóban a lexikális tudást helyezzük előtérbe, és nem a Wikipédiából fogunk majd egy sör mellett beszélgetni, akkor szerintem itt ez az ország tele lesz zombival. A pedagógusok életkörülményei meglehetősen tragikusak. Ez az egész életpálya modell, milyen életpályák voltak? Salakos életpályát lehetett választani, meg füves életpályát, fölépítették őket szerte az országba. Ezek a pedagógus életpályák. De az kétségtelen, hogy azért voltak jelentős méremelés. Hát jó, az a jelentős szó, az ilyen relatív, de volt. Hogy jelentős, ahonnan nézzük, vagy ahogy vesszük. Nézőpont kérdése, hogy mennyire. Nézőpont kérdése, hogy mennyire jelentős. Igen, de hát lehet, hogy mostanában már arról kéne beszélni, hogy mikor hazudott Orbán Viktor, hanem mikor mondott igazat. Ugye, az is izgalmas. De egyébként szeretnék rámutatni Balogh miniszter úrnak egy nagyon aljas csúsztatására, ez a WC papír, mert én emlékszem, hogy mi a WC-be cigarettázni jártunk. És nem is kellett WC. Én csak mosolyogni tudok a tüntetéseken, nekem sokkal régebben van bajom Cunyi néval. Ő az egyetemen fölöttem járt, ő volt a hökelnök, és már akkor el akarta venni az alatta járó évfolyamnak az ösztöndíját egész konkrétan, és lám azóta semmi sem változott. Ugyanez a helyzet ma is. Hát az a csodálatos, hogy vannak dolgok, amelyek nem változnak. És hát azt is kell látni, hogy ez a hök, ez milyen mértékben egy politikus keltető, bármelyik egyetemről beszélünk. Kijelenthetjük, hogy... Ő is hökös persze, volt. Persze, hogy hökös volt. És hogy mondom, már akkor elkezdődött ez a folyamat, amit most látok. És ez a tevékenység, és ez a működés. Azt lehet mondani, hogyha a börtönök a bűnözés főiskolái, akkor a hök az a bűnözés egyeteme. Bármelyik egyetemről beszélünk. Nem értek egyet azon, hogy a Cunyinét így elővegyük. Biztos így voltam, azt mondom, csak a Cunyinébe, ez ilyen second hand Hoffmann rózsa, szóval Cunyinéből van 100, ő egyszerűen csak a káder, a tipikus káder, ugye nem ért hozzá, hiszen nem ez volt a szakterülete. Oda rakták, elvégezte, ugye a Hoffmann rózsáik már annak idén az elstandolást megcsinálták, elmentek az iskolába, elviszik a monitort, meg a fikuszt, aztán utána Cunyiné alatt a monitor tönkrement, a fikusz nem locsolták, megdöglött. Itt arról van szó, hogy Orbán Viktor az éppen aktuálisan elégedett csoporttal szemben mindig összefog az egész országgal. Orbán Viktor nem kevesebbel kommunikál, mint a nemzettel. Ő a nemzetet hívja tetemre, adott esetben a migránsokkal, adott esetben a pedagógusokkal, vagy bármilyen csoporttal szemben, akár az ellenzék, saját ellenzékével szemben, Európai Unióval szemben. Ilyenkor azt mondja, hogy kedves magyar társadalom, és akkor itt megköttetik a Nagy és Szent Szövetség, a Szivárványhíd Orbán Viktor és a magyarság között. Valójában mit jelent ez? Ilyenkor Orbán Viktor a nyugger társadalmat szólítja meg, persze nem így szólítja őket, mert ez leleplező lenne. Ilyenkor azt mondja, hogy kedves nyugdíjasok, ugye jó, hogy csökken a rezsi, ugye jó, hogy nő a nyugdíj, ugye jó, hogy követi az inflációt, hát, hogy ez így is maradjon, nekünk együtt kell működnünk. Ezt jelenti ez, ez a metanyelvi leírata. Mindig a kirekedtettel, az elégedetlennel szembeállítja az egész magyar társadalmat. Foglalkozása nemre, korra, fajra való tekintet nélkül. De az egész magyar társadalom egy nyugger társadalom, ezt kell látni. Valójában, amikor a magyar társadalmat szólítja meg, vagy hívja tetemre, akkor ő a nyugdíjasokat hívja tetemre, mert ez ma Magyarország. Magyarország egy sötét nyugger tanya. Viktor nem véletlenül említette az egészségügyi dolgozókat és a tűzoltókat, hiszen ők a legveszélyesebbek, hogy talán majd csatlakoznak a tanárok tüntetéséhez. Tehát azt szeretném üzenni, kedves magyar egészségügyi dolgozók és tűzoltók, hogy ti is menjetek ki majd a tüntetésre, és mutassátok meg, hogy nem hiszitek, hogy a főnök
Nem hiszitek el azt, amit a főnök mond, és támogassátok egymást, támogassuk egymást, kedves magyar testvéreim, ugye, hogy megszűnjenek ezek a szörnyű viszonyok. Jó, hogy megmozdult az ország, tehát jó, hogy megmozdult. Kétszer tapsolvattunk kétharmadot, és joggal hiszik magukról, hogy ők a gyerekek, és tesznek bármit velünk, én azt gondolom. Meg kell és, mutatni, hogy alul a víznek és, az árja. És azt hiszem, hogy csak úgy lesz változás, értem én a nyuggerezést, csak akkor lesz változás, hogyha alulról elkezdünk gondolkodva, akár még utcára is menve békésen, és felszámolni ezt a mérhetetlenül nagy gázrezsimet, erről ami van. Tenni kell, nem pedig csak nyafogni és beszélni. És egymás ellen uszulni ebben a tekintetben, ha uszítanak. Ügyvéd úr. Igen, régóta szeretnék abban a tekintetben hozzászólni, hogy a Cunyino egyik utolsó ilyen államtitkári mondata volt, ami nagyon megütötte itt a tekintetemet, hogy csaknem 200 milliárd forintot beletett a kormány az oktatásba, a tanárok bérének emelésébe, ez jelentős lépés. Na most azért 200 milliárd forint, aki egy ország költségvetését látta és ismeri, ugye kb. 15 ezer milliárdos főösszegről van szó, egy tényleg egy elhanyagolható összeg ahhoz képest, amit például mondjuk a brit visszatérítés címén Magyarországnak ki kell fizetni a brit gazdáknak, mert ők az Európai Unióból nem kapnak elég támogatást, ezért minden tagállamnak Magyarország több milliárd forintot fizet a brit gazdáknak. Csak egy tételt mondtam, hogy ez mennyire eltörpülő összeg. Ami viszont egy megütötte szintén a gondolatot bennem, hogy azt mondja ő, Cunyiné, hogy Orbán Viktorról, hogy hát őt egy olyan női politikusnak nevezte, egy zárt körű értekezleten, akiben van kurázsi, viszont nem tudja eldönteni, hogy ez dicséret vagy bírálat. Mert ez dicséret volt megköszönni, ha bírálat, meg kell nézni, mit kell másként tenni. Hát most megnézi ezek szerint, hogy mit kell másként tenni. A brit gazdáktól függetlenül, mert abban az egy külön napirend, azt azért nyugodtan leszögezhetjük viszont, mert ez egy közismert adat, hogy amióta ez a kurzus regnál, a nemzeti jövedelem 1,6%-áról 0,9%-ra csökkent, a közoktatásba belehelyezett, és nem mondom, hogy befektetett, mert az ott esetben egy plusz pénz kéne, hogy lenne, 0,9%-ra csökkent a költségvetési részesedése a közoktatásnak, ami Európa és Közép-Európa, vagy nem is tudom, szerintem a világ egyik legrosszabb adata. Ez viszont hülye járásokra mi költjük a legtöbbet. Ez szégyen, és bocsánat, azért mondjuk, hogy közben működésképtelenség határára érkeztek az iskolák, csak két mondatot hadd idézek egy pedagógus leveléből, amit hozzám írt, amelyben összefoglalta, hogy mi jellemzi az iskolájukat gyorsan. Évek óta nincs festés, tantermek állapota aggasztó, tankönyv ereje, rendelés eljárása bonyolult, követhetetlen. Kísérleti tankönyvek egy része használhatatlan. Lassan eljutunk a működésképtelenség szintjére. Számítógépes parkunk elavult. Pénztelenség miatt a fejlesztések leálltak. Tehát ez jellemzi gyakorlatilag az iskolákat. Közben azért ne felejtsük el, hogy ezek a követelések, amiket támasztanak, jelentős és jogosak, de például nekem nagyon furcsa, hogy mondjuk az pedagógus szabadon választhasson a tankönyvekből. Szerintem ez egy furcsa és nem jó dolog. Tehát azért ennyire ne legyünk szabadosak már, és amikor Szüdi János a független oktatási szakértő szónokol a tüntetésen, a független idézőjelesen, SZDSZ kormány közoktatási államtitkára volt, igen sok olyan dolog fűződik a nevéhez, ami nem az építésnek, hanem inkább annak ellentétének fogható fel. Igen, tehát nem volt egy konstruktív. A pedagógusok pontjai, vagy amiatt a pedagógusok tesznek, az most erősen támogatható, meg támogatandó is, de ahogy megnéztem a pontokat, nekem is úgy tűnt, hogy a nagyon jövőbe vetett tekintetről nincs szó, tehát hogy kicsit úgy visszafordulnának egy kényelmesebb helyzetbe, ez miközben én meg azt gondoltam, hogy ha már ilyen össznépi felhorgadás van, akkor esetleg tényleg komoly reformokat szeretnék. Nekem ez speciális segatyán Südi János, de szerintem attól függetlenül, kinek milyen múltja volt, ettől függetlenül azért szabad országban, szabad fórumon, hagy mondhassa már el a véleményét, és ha egyébként igazad mond, egyébként Tamás, a nemzeti egység jegyében neked kéne a legboldogabbnak lenni. Lám, egy hülye SZDSZ-es. Csak ne adja el magát pártfüggetlennek, akkor ott ez jó, de ez a párt már nem létezik. Ha már kiemelted ezt a tankönyvválasztást, ez egy fontos téma. Ez egy igenis fontos téma, az, hogy a pedagógusnak legyen autonómiája, bizonyos mértékű autonómiája, enélkül az egy modern oktatás nem valósulhat meg. És igen, ott van egy Rahedi tankönyv, amit a tankönyvnek minősítettek és elismertek, és abból már ne a klik válassza ki, hogy melyiket kell oktatni, hanem az a pedagógus, aki oktat. Ebben abszolút igazad van, hogyha van mondjuk
olyan tankönyv, amelyet elfogadott a közoktatási rendszer, akkor abból a pedagógus hadd válaszoljon. Igen, 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 igen. Tehát azért legyen egy bizonyos mozgástere a pedagógus. És minden iskolában más fognak utalni, hogy minden nézetnek, minden politikai nézetnek, vagy pedig szellemi nézetnek külön iskolája lenne, és ott a tanárok olyan tankönyvből választanának, amilyenből akarnak. Tehát lenne olyan nemzeti iskola is, ahol a hortista időből tanítanának a szerinti tankönyvekből. És lenne olyan iskola is, ahol pedig a kísérleti jövő módszereket alkalmaznák. És így tovább, most csak a paletta két szélső részét mondtam, és ezt jelenteni az, mert abban, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, abban most nem lehet kimenni az utcára, hogy hát dolgozzuk ki az új módszereket. Ez, erre lehet tenni egy ígéretet. De az, hogyha szabadon választhatnánk a tankönyveket, ebben elindulhatna egy folyamat, ugye? Ebben elindulhatna egy folyamat, és a szülők is választhatnák, hogy milyen iskolába szeretnék járatni csak a gyereket. Az igazság, hogy ennek ebben az országban nincsenek meg a hagyományai. Ebben az országban az emberek abban hisznek, amit felülről rájuk szabnak. Ez így tehát van. A tanár nem hisz abban az iskolában, ahol a tanár választ tankönyvet. A szülő abban az iskolában hisz, ahol a miniszter adja a tankönyvet a tanár kezébe. És a tanárnak nincs mozgástere, mert valamiért az a gondolkodásunk, hogy odafönt jobban tudják. Ez pont ez hát kezdeni, olyan sok a felháborodás volt, amikor egy kicsit ezt lozítanak. Én azért olyan sok elégedett szülőt nem vélek felfedezni, akik megjelenek elégedett az azzal, hogy kapják a tankönyvben. Elég sok alternatív intézmény és iskola jött létre, ahova nyilván azért úgy engedték a szülőkkel a gyerekeiket, hogy mondjuk azzal az attitűddel éltek és rendelkeztek, vagy gondolkodnak, azzal az értékrenddel, amit mi annyian meg sokan hiányolunk. Úgy különben végül is nem csak társadalomtudományokról van itt szó, kedves Bahorn szaktárs, hanem természettudományokról is, és nem arról van szó természetesen, hogy mindenki azt oktat, amit akar, hanem abban volt egy kínálat, és legyen egy jó, széles kínálat, és abból ő hagy választhasson, és egyébként nyilván nem is módszereket kell itt kitalálni, mondjuk például oda kellene abban a tekintetben egy nagyon fontos visszalépést kellene tenni, hogy azok az önkormányzatok, amelyek föl tudnak tartani iskolát, és magukénak érzik, azok tehessék ezt meg, és az állam ott szóljon bele, és ott lépjen bele, mondjuk például a fenntartásba, ahol az önkormányzatnak nincs erre forrása. Mert most mi történt? Az történt, hogy a jó iskolákat is, ha úgy tetszik, lesüllyesztették, bocsánatot kérek, nem bántani akarom azokat az iskolákat, arra a színvonalra, arra az ellátásra, arra az ellátmányra, ami egyébként tönkretette őket minőségben, szakmailag, emberileg, összedől a Teleki Blanka, emberek. Csodálkozunk, hogyha tüntetnek a izék? Miközben ennek Soroshoz? Igen, szóval, hogy ugye Magyarország meg van védve a bevándorlóktól, ezt már megtudtuk a beszélgetésünk elején a rádióinterjúból, de Németország nincs megvédve a bevándorlóktól, és ott most az történt, hogy a kölni farsangi ötnapos esemény sor egyik attrakciójaként, és az attrakciót ezt nagyon idézőjelben is szomorúan mondom, létrehozták az úgynevezett Frauen Security Point nevű helyet. Ez egy ugye fehér konténer a kölni dom tövébe, ahova a farsangi események során azok a hölgyek, akik úgy érzik, hogy most őket ott megtámadták, behúzódhatnak. Szóval azért a Willkommens kultúrból eljutottunk ide, az valamit nekem jelent. Kultúra. Azért hadd jegyezzem meg, hogy nem a Willkommens kultúr, ez az íve a dolognak. Hogy ezek a pontok pontosan ezzel az elnevezéssel 2003-ban tűntek fel először a müncheni Oktoberfesten, ahol nem bevándorlók, hanem rendes tiroli bőrgátyos bajor emberek zaklatták a nőket, akik panaszt nyújtottak azután, hogy hiába mentek a rendőrséghez, mert ugye a rendőrök meglehetősen áldozathibáztatóak voltak, és utána csinálták, hadd mondjam már végig. De ebben az esetben, de mondom, ez dokumentálható, hogy ebben az esetben nem volt szó bevándorlókról 2003-ban, hanem németek ugye elől menekülő nőt. Jó, de most nem erről van szó, Péter, hadd mondjam már végig a történetet, hogy hogy néz ki, csak nem valami újdonságról van szó. Na most ugye az volt a probléma, hogy áldozathibáztatás volt a rendőrségnél, és a nők szerettek volna egy olyan helyre menni, hogy esetleg feljelentést tessenek, vagy segítséget kapjanak, ahol nők, ezzel foglalkozó szociális szakemberek, segélymunkások, de egy is
Isten egyébként benne vannak, a katolikus nőszervezetek képviselői vannak, és megfelelő ellátást próbálnak, megfelelő segítséget próbálnak nyújtani ilyen problémák esetén. Nem tudom, mennyiben lenne ez ördögtől való. Számos országban, köztük a roppant fejletlen Japánban, ahol rengeteg az iszlám bevándorló, például külön metrókocsik vannak a nők számára fenntartva, azért, hogy megelőzzék az ilyen problémákat. Nem hiszem, hogy ez a a japán Wilkomensz kultúr bukását jelenteni, hanem egyszerűen az, hogy létező probléma van, a létező probléma az többek között az ilyen jellegű abúzus, és ezzel szemben van egy igény arra, hogy valamilyen megoldás, vagy legalábbis enyhítést nyújtsák. És ebben az abúzusban nincsenek kulturális vonatkozások. Tagadott, hogy semmiféle kulturális vonatkozások nincsenek. A nőknek a megítélése, a nőknek a társadalmi szerepe az iszlám világban és a nyugati világban, az e között feszülő különbségek semmilyen szerepet nem játszanak. Nincs iszlám világ. Ugye? Különben nincs iszlámvilág. Németország része. Iszlámvilág az meg az iszlámország. Igen, de amikor az iszlámvilágból, az iszlámországban szocializálódott emberek Kölnbe mennek, akkor Kölnben is iszlámvilág lesz. Formálódik a 21. század városképe. Minaret az igazhitűeknek, és a nőknek csador vagy fémdoboz. Így van. Ez a 21. század városképe. De lehetsz tagadásban, Péter. Tagadhatod a kulturális vonatkozásait ezeknek, csak hogy ezek a kulturális vonatkozások léteznek, attól függetlenül, hogy te akarod. Ezeket a kulturális vonatkozásokat senki nem mondja, hogy a csador meg a csikló kimetszés az egy olyan dolog, amit Európában el lehet fogadni. Na, hát már is van egy közös pont. Senki nem mondja azt, hogy a multikulturalizmus azt jelenti, hogy minden baromságot, minden ember ellen és szabadságellenes dolgot engedni kell csak azért, mert kulturális gyökerei kis van. Kis lépéseket teszünk a civilizált Európa felé. Security point ide, security point oda, nem sikerült megvéden, itt a hír a kezemben. A kölni farsang első napján 224 feljelentést tettek, 18-at szexuális bűncselekmény miatt, 11 rendőr megsérült, 143 esetben testi sértés, zsebtolvajlás, rablás. Ez remek. Történészként azt tudom mondani, hogy mondjuk hasonlítsd össze a 10 évvel ezelőtti kölni farsanggal, meg a 15 évvel ezelőtti, a nagyjából hasonló arányomnak fogsz kapni. A kölni szilveszter éjszakát tagadod, ahol német nők tömegén erőszakolják meg brutális tagadni, én azt az értelmezést tagadom, amiben te ezt belehelyezed. Azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy attól még egyébként, hogy 10 évvel ezelőtt Münchenben, akárha csak, 16. kizárólag, vagy 16 évvel ezelőtt, kizárólag német férfiak vegzáltak német hölgyeket, ebből nem következik az, sőt, mint több, semmiféle összehasonlítása szerintem nem ad módot, az a tény, az az új fejlemény, amire a Robit most egyébként utalt meg abban a cikkben, amit a Mandinerben olvastam is róla, tehát a behódolással összefüggő problémákat. Tehát ezt a két dolgot nem szabad, egyszerűen tilos összemosni, azért tilos, egyrészt azért vagyunk védtelenek, mert állandóan csak ennyit mond, igen, ez a fehér, vagy a keresztény civilizáció, vagy az európai civilizációs, macsó, igen. De ettől még, ha azzal nem néztek szembe, azzal a ténnyel, hogy az a kultúra, meg az a ideológia, amely ráadásul amelynek jegyében jellemzően érkeznek és jönnek, ez egy mértékében, arányaiban, társadalmilag, történelmileg, gyökerét illetően egy nagyságrenddel erőszakosabb ebben a tekintetben, és egy nagyságrenddel intoleránsabb, és semmiféle toleranciát nem mutat az iránt, amit te most képviselsz. Amit én egyébként befejezem, amit az édes Kingának is mondtam egyszer múltkor egy műsorban, hogy de drága lélek, téged le fognak fejezni abban a világban. Ezt nem keverheted össze azzal, hogy egyébként Münchenben annak idején erőszakot tettek, sőt, még több egyébként az elmúlt 100 év szörnyű és gyalázatos európai történelmében sem. Egyrészt a kiinduló pont ugye az volt, hogy milyen újdonság és milyen meglepő, hogy most hirtelen Kölnben ilyen központokat létesítenek. Jó, hát erre céloztam, hogy ezek a központok bizony már korábban is létesültek, és nem csak Kölnben. Relativizáljuk minden, hogy az kulturális különbséget. Már megint ki voltak éhezve, a fiúk belefért. Drága barátaim, itt nem relativizálásról van szó. Itt arról van szó, arra volt a válasz, hogy tessék, megbukott a Wilkommen kultúr. Nem, megerősödött a Wilkommen kultúr. Ugye, pohár félig vagy tele. Ez a pont, ez a segélypont, ez a Wilkommen kultúrhoz tartozik. Mert a Wilkommen kultúr akkor bukott volna meg, ha visszalökték volna a sárba azt a sok menekült az anyát, gyereket, a Wilkommen ember. A Wilkommen kultúr meg akarja oldani a problémát. Ezért
pontokat jelöl ki. A Vilkomezértúr nem vesz tudomást a problémákról, és a problémát a tüneténél próbálja megoldani, és nem a gyökerénél próbálja megoldani. A segélypont az a Vilkomenkultúr bukásának az első lépése. Nyilvánvalóan jelzi a Vilkomenkultúr fenntarthatatlanságát és alaptalanságát. És működésképtelenség. Számodra. Én pedig azt mondom, hogy nem, mert a Vilkomenkultúr létezik, megpróbálja az embereket kiszűrni, tanítani, azokat nem az embereket. A Vilkomenkultúr létezik, és egy konténerbe kell menekülnünk előle? Ez a Vilkomenkultúr, ami létezik? Saját Európánkban? Hogyha te beengedsz egy sáros, koszos, más kultúrájú menekültet, hogy ne pusztuljon el az ajtót elől, akkor bizony, ezzel azt is kell vállalnod, hogy megerőszakolja az asszonyt, hogy behozza a bűzét és a betegségét. De akkor viszont hadd vessem fel az erkölcsi maximát. Egy elesett, menekülő emberrel szemben az erkölcsi kötelesség az, hogy segítsünk neki, nem az, hogy segítsünk neki bent az ajtón belül. Tehát, hogyha az ajtón kívül is lehet segíteni neki, mert úgy gondolom, hogy ez a krisztusi tanítás, nem arról volt szó, hogy aki szomjas, azt fogad be és adj neki inni, aki éhes, azt fogad be és adj neki enni, aki fáradt, azt fektesd le oda bent. Arról volt szó, hogy inni, enni, aludni. Ez a segítség. Hol van megírva, hogy ő neki azt a segítséget, amire rászorul és amire szüksége van, itt a határainkon belül kell megkapnia. Én azt gondolom, hogy Európának felelőssége van ezekkel az emberekkel szemben, és segítenie kell ezeket az embereket, de nem a határokon belül, nem Európában. Nem végzünk emberkísérletet a különböző civilizációk együttélésének az ábrándjával, hogy majd a gyakorlatban megbukjon, ahogy a szemünk előtt látszik. Ami meg is bukott már. Lövessünk a határokon? Lövessünk a határokon. Mit csináljunk a határokon? Hanem hozzunk létre olyan segélypontokat a határunkon kívül, Törökországban, vagy Észak-Afrikában, ahol segíteni tudjuk őket. És én ezért, de úgy tűnik, hogy nem kellő mértékben, úgy tűnik, hogy nem segíti őket kellő hatékonysággal, mert továbbra is tömegesen menekülnek, és a humanitárius helyzet az katasztrofális. Én ezért szívesen fizetek. Plusz 30% adót. Én úgy gondolom, hogy Európának és a németek a humánumából fakadóan is, a kultúrájából, a civilizáltságából fakadóan is felelőssége van ezekkel az emberekkel szemben. De nem az a felelőssége, hogy a saját életmódját feladja ezeknek az embereknek az életmódja oltárán. Szóval, hogyha már volt szó furcsa közbeszerzésekről, akkor a hétre jutott szerintem a idei esztendő legfurcsább közbeszerzése, bár még előttünk van az esztendő java, de nem tudom, hogy ezt sikerül-e majd túlszárnyalni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a Záhonyi határ átkelő helyre nettó 58,4 millió forintért vásárolt egy légpárnás hajót. Eredetileg 45 milliót szerettek volna költeni, de ennyien nincs légpárnás. Egyébként ezt jó tudni, hogyha valaki most épp légpárnás szeretne vásárolni. És nekem az jutott eszembe, hogy megkérdezem tőletek, hogy ha már van a NAV-nak egy légpárnás hajója, azóta egyébként kiderült egy drón is beszerzésre került, mit vennétek meg a Nemzeti Adóhivatalnak? Ügyvéd úr. Én egy hatalmas nagyítót, hogy ami kiüti a szemüket, és eddig még nem vették észre, a vagyonosodási vizsgálatok eszközével tárják fel azokat az eltitkolt vagyonokat, amelyek révén több százezernyi ember Magyarországon életében egy forint személyi jövedelemadót nem fizetett, de olyan vagyont halmozott föl, hogy szerintem mindenki tud 10 ilyen példát mondani. Robi. Ez nem egy adriai luxus jachta Matolcsinak. Azért ezt szögezzük le. Tehát ne csináljunk már mindenből ezüsthajó KFT-t. Ha lehet, jó? Tehát éppen elég baj van ezzel a kormánnyal. Most értem, hogy egy jó poén az mindig jól ül, és most a szárnyas hajó a probléma. Úgy gondolom, hogy én el tudom képzelni, hogy erre a NAV-nak mondjuk szüksége van. Ha már vízen, vasúton, úton, akkor szár valami a repülőt, ilyen sárkányrepülőt? Sanyi. Hát, ha lehet a szabad piacon szabadságot és függetlenséget vásárolni, akkor vennék nekik. Mert azt hiszem, hogy azért az adóhivatal, a mindenkori adóhivatal leginkább a munkájához szükséges, az elvégzendő feladatához szükséges szabadságától és a politikától és a hatalomtól való függetlenségétől szenvedett leginkább, illetőleg szenvedtünk mi ennek következtében.
Hát én a légpárnás hajóhoz egy kis párnát vennék, amire egy nyuszi van hímezve. Péter. Én kérem, egy Guinness Recorder hatalmas nagy sörölátétet vennék az adóhivatalnak. Én egy hatalmas Rolls-Royce-t vennék. Tudom, hogy ez ócska poén, de én még sose ültem olyanba, és abban reménykedek, hogyha majd lesz terrorveszélyhelyzet, akkor hát, ha egy ilyennel jönnek értem, amikor tiltott bankkártya használaton kapnak. De hát addig még reméljük, hogy jó sok szabad folyás lefolyik így a Hír TV csatornáján, ez egy kicsit képzavar volt, de ezzel búcsúzunk Önöktől, köszönjük a figyelmet, várjuk Önöket jövő héten is.